Két apropója van a mai sajtótájékoztatónak. Rögtön azzal kezdeném, hogy minden tiszteletünk és hálánk az egészségügyi dolgozóké, az orvosoké, az ápolóké, a védőnőké, akik hivatástudatból és kalandvágyból ma itt fognak demonstrálni Budapesten, és nem Londonból szolidarítanak. Nagyon fontos, hogy még az egészségügyet az elmúlt években kialakult csődközeli helyzet kilométeres várólistákkal jellemzi, lerobbanó épületekkel, hiányzó műszerekkel, a folyamatosan tömegesen a pályát itt hagyó és külföldre menekülő orvosokkal, ezrével távozó ápolókkal terhes. Éppen ezért követeljük és a szolidaritásunkat fejezzük ki a mai nap kapcsán is, követeljük, hogy a kormány adja oda, ami az egészségügyi dolgozóknak jár, a hálát a betegtől, pénzt az államtól, ez a mottója is a mai demonstrációnak, ezt mi messze menőkig támogatjuk. És miközben ezek az állapotok jellemzik, és a kiszolgáltatottság jellemzi az egészségügyet, addig fideszes politikusok úgy csinálnak, mintha minden legnagyobb rendben lenne, és úgy tűnik, hogy most azon múlik, hogy hol lesz majd Budapesten egy új kórház, hogy melyik fideszes polgármester vagy főpolgármester kiabál be hangosabban a pálya széléről. Éppen ezért felszólítjuk, hogy mind Bus Balázs, mind Tarlós István, mind Wintermantel Zsolt fejezze be az álmokfutást, és bízzák meg azokat a szakembereket, akik közlekedési, egészségügyi és várostervezési szempontból alkalmasan meg tudják mondani, hogy hol van a legnagyobb szükség erre a kórházra. Ha a kormánynak szándékában áll, akkor ne rejtőzködjön álviták mögé, hanem legyen szíves, végezze el a szükséges szakmai vizsgálatokat, és utána a szakmai vizsgálatok alapján kezdje meg haladéktalan az építést, mert Budapest ennél többet érdemel, és joggal a befizetett napi 18 milliárd forint adójáért joggal várja el, hogy a mainál magasabb színvonalú egészségügyi ellátást és más szolgáltatásokat kapjon.